Volt, hol nem volt, a hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy király, s annak három fias, három leánya. A fiúk szabadon járhattak kelhettek erdőn mezőn, mindenfelé, hanem a leányoknak sohasem volt szabad kimenni a palotából, még csak egy szempillantásra sem. Sokat tűnődtek ezen a fiúk, hogy miért kell a leányoknak rabságban élniük, de nem merték kérdezni az apjuktól, mert haragos, könnyen lobbanó ember volt. Egyszer mégis megsokallották a szegény leányok rabságát. S elhatározták, hogy sorban bemennek az apjukhoz, s megkérdik, hogy legalább a kertbe miért nem ereszti a leányokat. Bemegy a legidősebb királyfi, meg is kérdezi az apját, de abban a pillanatban a király mérgesen felé elódítja a buzogányát. Menten szörnyet hal a királyfi, ha félre nem kapja a fejét. Kiszalad a királyfi, mondja a testvéreinek, hogy mi történt. Hanem azért bement a középső királyfi is, nehogy jávának mondhassák a testvérei. Éppen úgy járt. Mint a bátja, de már nem bánom, ha megöl is, mondotta a legkisebb királyfi, bemegyek én is. Be is ment, köszönt illendőképpen, kérdezte, hogy szolgál a drága egészsége, aztán nagybátran megkérdezte azt is, felséges apám uram, mi az oka annak, hogy a fiaidat szabadjára ereszted, járhatunk kelhetünk, amerre nekünk tetszik, a leányaidat pedig szomorú rabságban tartod. Fölkapja a király a buzogányát, a fiának dobja, de az állott egy helyben, mint egy cövek. Meg sem mozdult. A buzogány jól oldalba teremtette, de meg sem jajdult, hanem felvette szépen, visszavitte az apjának, s mondotta bátor szóval, itt vagyok, édesapám, megölhetsz, de én másodszor is kérdem, miért tartod rabságban az én hugaimat? Mondotta a király, látom, hogy bátor szíved van, hát én megmondom neked. Azért nem ereztem ki a leányaimat, mert ennek előtte több esztendővel megjövendölte egy ember, hogy amely pillanatban kilépnek a palotából. Valaki elragadja őket, még ha amennyi katonám mind mellettük lesz is, s többet soha ez életben meg nem látom őket, de már ezt én nem hiszem annak az őszöregembernek mondotta a királyfi, szeretném látni azt az embert, aki a mi hugainkat elragadja, ha mi hárman fiú testvérekül velük vagyunk. Addig beszélt, addig könyörgött az apjának, hogy így, hogy úgy, csak egy fél órára eresse ki a szegény leányokat, ők majd hárman gondot viselnek rájuk, a kertből ki nem mennek. Csak egyet sétálnak, aztán szépen visszajönnek, hogy a király azt mondta, hát jól van, nem bánom, de azt előre megmondom, hogy ha a leányok vissza nem kerülnek, a fejeddel játszol. Örült a királyfi, de még a testvérei is. Szaladtak nagy örömmel a leányok szobájába, s vitték őket ki a kertbe. Elől ment a legidősebb királyfi a legidősebbi király s így egymás után. Hanem, uram teremtőm, halljatok ide, mi történt? Még egy hajításnyira sem mehettek. A legidősebb király fölkapta a nap, a középsőt a holcs, a legkisebbet a szél. Szörnyen megijedtek a királyfiúk. Nem tudták, mit évők legyenek, hogyan szabadítsák meg a hugaikat. Mégiscsak igaza volt annak az őszöregembernek, embernek, mert ha a király valamennyi katonáját a leányok mellé állítja, azok sem tudták volna megvédeni a nap, a hold s a szél ellen. Lett nagy lárma, sírás és jajgatás a palotában. Szaladtak erre-arra, mindenfelé az udvarbeli népek. A katonák. Hiszen szaladhattak, hírepora sem volt a király kisasszonyoknak. Rettentő nagy haragra gerjedett a király. Megfogadta a legkisebbik fiát, tömlöcbe vetette, s összehívatta a tanácsadó embereit, hogy mondjanak ítéletet, mit érdemel a királyfi. Összeültek a tanácsadó nagyurak, tanakodtak, okoskodtak. Az egyik azt mondta, fel kell akasztani, a másik azt mondta, a lófarkára kell köttetni, a harmadik azt mondta, a tengerbe kell dobatni. Hanem a legöregebb tanácsadó azt mondta, én azt tanácsolom, nem kell elpusztítani a királyfit, elég, ha kiűzik az országból, hadd menjen, amerre a szemel át, legyen a világ vándora, hát ha megtalálja a király kisasszonyokat. Helyeselték ezt az ítéletet valamennyien. Helyeselte a király is, mert mégis fájt volna apai szívének, hogy megölesse a fiát. Felhozatta a tömlöcből, s megmondta neki az ítéletet, fel is út, le is út. Sírt rét a szegény királyné, hiába könyörgött az urának, hogy ne üzze el a fiát. A király nem engedett, hanem mikor a királyfi kiment a városból, a királyné titokban utána szalasztott egy inast, attól küldött a fiának egy tarisznyapénzt s egy aranyórát. Hát jól van, a királyfi elteszi az órát, nyakába veti a tarisznyát, azzal neki indul a világnak. Ment, mendegélt hegyeken-völgyeken át, s a hetedik nap beért egy rengeteg erdőbe, rengeteg erdőben ért egy nagy kősziklához, annak a sziklának az oldalában látott egy lyukat. Benéz a lyukon. De hát az olyan hosszú volt, hogy annak a végét nem lehetett látni. Gondolta magában, él-hal, neki mindegy, addig megy abban a nagy fekete lyukban, ameddig mehet. Ha valahol szabadba talál, úgyis jó, ha nem talál, úgyis jó ment, mendegélt, mehetett már vagy hét napot, s hát egyszerre csak mit lát. Egy nagy ház volt a hegynek a gyomrában. Benéz egy ablakon, s hát bent a házban tizenkét szálgyártya ég az asztalon, s az asztal mellettül egy olyan öregasszony, hogy az orra a földet verte. Az öregasszony éppen imádkozott egy könyvből. Bemegy a királyfi, köszön illendőképpen, az öregasszony fogadja, s mondja neki, jaj, te boldogtalan, hogy kerültél ide. Tudod-e, hogy itt vége az életednek? Mondotta a királyfi, nem bánom én, öreganyám, ha vége lesz is, mert úgy tud megmondotta az öregasszony, hogy nekem tizenkét fiam van, és mind a tizenkettő ember hússal él. Most is oda vannak, emberekre vadásznak, jaj! Neked, ha itt találnak! Mondotta ismét a királyfi, nem bánom én, öreganyám, úgysem kedves az én életem. Az öregasszony megsajnálta a királyfit, s az ágy alá bújtatta, hát ha nem veszik észre a fiai, de hiába bújtatta, mert amint beléptek, mindjárt megszólalt a legidősebb, ki van itt, anyám. Valami ember szagot érzek. Mondja az öregasszony, egy szegény királyfi van itt, lelkem, gyermekeim, de ne bántsátok. Úgy lesoványodott a sok búbánattól szegény hogy úgy sem ennétek belőle egy jó falatot, jól van, nem bántjuk, mondták a legények, hát álljon elénk, s vacsorázzon velünk. A királyfi elébújt az ágy alól, megvacsorázott az óriásokkal, egy kicsit diskuráltak, aztán lefeküdtek mind. De még nem is pitymallott, az öregasszony felköltötte, talpra, királyfi, mert reggel a fiaim szörnyű éhesek szoktak lenni, s akkor majd hiába könyörgök nekik, felfalnak bizonyosan. Fölkel a királyfi, az asszony kivezeti a sziklaházból. Ottan ad neki egy táltos paripát s egy széllámpást. Mondja neki, ülj fel erre a lóra, ez keresztül repít a likon, a hegy túlsó felibe. Ott a széllámpást akazd a paripa nyakába, s erezd vissza. Te megindulj el onnét jobbra, balra soha se téri. Megköszöni a királyfi az öregasszony nagyjóságát, elvágtat a hegy túlsó végére, ott a lovat visszaereszti, ő meg nagy búsan jobbra indult, s ment, amerre a szeme látott. Ment, mendegélt hegyeken-völgyeken, erdőkön, pusztaságokon keresztül, de egyszer úgy elővette a nagy éjség s szomjúság, hogy összerogyott, s elterült a földön. Nézett mindenfelé nagy keservesen, ha valahol egy csepp vizet látna, de nem látott sehol. Elővette az aranyórát, amit az édesanyja küldött utána, felpattintotta a födelét, s hát uram teremtőm, mi történt? Az órából kiugrott egy inas, s kérdezte nagyalázatosan, mit parancsol, felséges királyfi, nem parancsolok én semmit mondotta a királyfi. De ha lelked s istened van, adj egy csepp vizet, mert megtikkadok a szomjúságtól s egy falás kenyeret is. Abban a pillanatban aranyasztal termett a királyfi elé, tele volt az mindenféle drága ételekkel italokkal, volt azon még víz is. Evetti a királyfi, erőre kapott, aztán nagy örömmel útnak eredett. Addig ment, mendegélt, míg egy városban nem ért. Abban a városban lakott a fekete király. Gondolta magában, bemegy a királyhoz, szolgálatot keres ottan, aztán onnét majd tovább igazodik. Fölmegy a palotába, a király színe elé vezetik, elmondja, hogy szolgálatot keres, s a király mindjárt fel is fogadta kertészinasnak. Azt mondta neki, tetszik a képed, öcsém, csak viseld jól magadat, még belső inas is válhatik belőled. A fekete királynak három leánya volt, egyik szebb a másnál. Ezek a leányok egyszer lejöttek a kertbe, de a szegény kertészinást észre sem vették. Hely, Istenem sóhajtott a királyfi, ilyen három szép testvérem volt nekem is. Ha én azokat megtalálhatnám, különösen a legkisebb király kisasszony tetszett meg neki. Egyszer mit gondolt, mit nem, este, mikor a szobátkájában üldögélt, elővette az óráját, fölpattintotta a födelét, s hát csak ugyan egyszeriben elé ugrott az inas, mit parancsol? Felséges királyfi, azt parancsolom, hogy csinálj nekem egy szép aranybokrétát, ha tudsz. Egy perc, kettő sem telt belé, kész volt az aranybokréta, s a tövére ráírta az inas szép cifra betűkkel, ennek a bokrétának egy ország az ára. Mikor ezt beleírta, azt mondja az inas. No, felséges királyfi, most ezt a bokrétát küld el a legidősebb király kisasszonynak. Elküldi a király fia Bokrétát, de a király kisasszony nem tudta, hová legyen szertelen nagy örömében. Csak azt nem értette, hogy mit akarhat azzal az írással a kertészinas. No de mindegy, nem sokáig tűnődött rajta, hirtelen eldugta a Bokrétát, hogy a testvérei meg ne lássák, majd aztán feltűzi a keblére, mi helyt bál lesz. Hanem az inas még két aranybokrétát csinált s írt azokra is. A másodikra azt írta, ennek a bokrétának két ország az ára. A harmadikra pedig azt, ennek a bokrétának három ország az ára. Ezt a két bokrétát is elküldte a királyfi külön-külön a középsős a legkisebb király kisasszonynak. A király kisasszonyok világért sem szóltak volna egymásnak a bokrétáról, mind a három azt hitte, hogy csak neki van bokrétája. Bezzek csodálkoztak, mikor a bálba léptek, s látták egymás keblén az aranybokrétát. De csodálkozott ott mindenki. Mert voltak ott sokan, királyok, hercegek, grófok, bárók, de olyan ragyogó szép bokrétákat világon való életében egy sem látott. Másnap a király tudtára adta mindenkinek, akik ott voltak a palotájában, hogy férjhez akarja adni mind a három leányát, s mert hogy úgyis itt vannak mind a valamire való királyfix hercegek, annak adja őket, akit kiválasztanak. A két idősebb király kisasszony mindjárt első tekintésre kiválasztott két királyfit. De a legkisebb király kisasszony azt mondta az apjának, édesapám, én ezek közül nem választok, bizony, ha nem választasz ezek közül mondotta a király, Összehívatom a közrendbéli embereket, válasz azok közül. Összehívták a közrendbéli embereket, de a király kisasszony azok között sem látta, akit az ő szíve kívánt. Csak egyedül a kertészínas hiányzott, előhívták azt is. Mondta a király kisasszony lelkes szóval, ezt választom, édesapám, jól van. Leányom, ha ezt választod, ez legyen a tíd. Egyszeriben királyi ruhát adattak a kertészinasra, s megtartották a lakodalmat, egyszerre mind a háromét. Hat hétig tartott a nagy dínomdánom, lakodalom. Akkor aztán a két idősebb leányt elvitte az ura, csak a legkisebb maradt otthon. Hanem volt a királynak egy ármányos lelkű minisztere, ennek semmiképpen sem tetszett, hogy a kicsi király kisasszony nem neki, hanem annak a semmi házi kertészinasnak adta a kezét. Folyton azon mesterkedett hogy a királyt megharagítsa a legkisebb vejére. Fölment egyszer a királyhoz, bánatos képet vágott, s mondta a királynak, felséges királyom, ugyancsak hitvány embernek adta a legkisebb leányát, hallottam, hogy tegnap is cudarul szitta a feleségit a kertben. Felséged leánya sírva fakadott, s azt mondta nagy keservében, nem is hiszem, hogy nem valami ördöngösséggel nyerted meg a szívemet. Erre azt mondta a felségedveje, hiszen abban igazad van, de tudok én annál különbördöngösséget is. Látod-e azt a nagy sziklát a rezidencia mellett, target egyenlő, blank, nagyobb, mint http, meg.neve.hu per 04800 per 04873 per 04873.htm szakasz 148, nagyobb, mint mellett. Azt én egy éjjel elhordom, a helyét meg is szántom, búzával bevetem, a búza még azon az éjjel meg is érik, én learatom, kicsépelem, megőrölöm, s reggelre olyan kenyeret sütök, amilyent még az apát sem evett. Fölbosszankodik ezen a király, hivatja egyszeriben a vejét, s mondja neki nagy haraggal, hogy mit hallott róla. Hiába mondta a királyfi. Hogy abból egy szó sem igaz, a király azt mondta, reggelre az a kenyér legyen az asztalomon, máskülönben a fejeddel játszol. Kimegy a királyfi nagybúsan, búsan, de eszébe jutott az órája, előveszi, hát ha az az ördöngös inas ezt is meg tudja cselekedni. Elkesergi az inasnak, hogy mit kívánt tőle az apósa, de az inas nagyot nevetett, hát ez is valami. Feküdj les aludj, reggelre ott lesz a kenyér a király asztalán s csak ugyan, reggelre híre nyoma sem volt annak a rengeteg nagy kősziklának. Mit csinált, mit nem az ördöngös inas, a jó Isten tudja, elég az, hogy reggel ott volt a király asztalán egy ropogós, pirosra sült kenyér, amelynek búzája a kőszikla helyén termet. De ez olyan kenyér volt ám, hogy amikor a király egyet harapott belőle, azt mondta, no, ilyen jó csak ugyan még nem ettem. Dult nagy mérgében a miniszter, kirázta a hideg vagy hétszer, de nem tudott nyugodni, amint a lábára állhatott, ment ismét a királyhoz, s rettentő nagy hazugságot mondott el ismét. Felséges királyom mondotta a miniszter, életem halálom kezedbe ajánlom, másodszor is azt mondom, hogy ördögökkel cimborál a tevejed. Az imént is hallottam, hogy összeszólalkozott a feleségével felséged leánya ismét azt mondta, bizonyosan valami ördöngösséggel szerezted meg a szívemet. Erre meg visszavágott a felséged azzal hát, nem is egyébbel, tudok én annál különböző is. Meglásd, reggelre azt a kősziklát, amelyet minap éjjel elhordottam. Visszaállítom a helyére. A tetején szalmaszára olyan palotát építek, amilyen nem volt semmiféle nemzetségednek, s attól a palotától aranyhidat húzok az apát palotájáig. Ejnye, ördöngös fattya kiáltotta a király, küldjétek elembe. Mindjárt elejébe küldték a királyfit, s ráförmed a király, mit beszéltél megint, te ördöngös fattyú. Én semmit a világon mondotta a királyfi, de így, meg úgy, ezt meg ezt mondtad. Holnap reggel helyén legyen a kőszikla. Ott legyen a tetején szalmaszálon az a palota. S aranyhíd legyen a két palota között. Kimegy a királyfi, de most nem is búsult oly erősen. Gondolta magában, majd megcsinálja ezt is az az ördöngös inas. Előveszi az óráját, kiugrik az inas, mondja neki, hogy mit akar a király, ez annak az ármányos miniszternek az esze mondotta az inas, de se baj, én ezt is megcsinálom, hanem azt az ármányos lelkűt 77-szer rázatom ki a hideggel. Azzal az inas elment, a királyfi lefeküdt, aludott, s reggel, mikor kinézett az ablakon. Már ott is volt a palota, a sziklának éppen a tetején, egy szalmaszálon, s a két palota között aranyhíd. Kinézett a király is, s majd hanyatt esett nagy csodálkozásában. A királyfi még aznap költözött a feleségével az ő palotájába. Hanem amikor ezt a miniszter látta, rázni kezdte a hideg, s kirászta 77-szer egymás után. No de csak azt várta, hogy megint lábra álljon. Nem volt addig nyugodalma, míg a királyfit el nem pusztítja. Azt gondolta ki az ármányos lelkű, hogy a feleségét haragítja meg rá. Elment a fiatal királynéhoz, s mondta neki, már ne haragudjék, felséges királyné, de ami igaz, igaz, meg kell mondanom. Az uráról mindenütt azt beszélik, hogy az ördögökkel cimborál, s ez még nem elég, szalmakirálynak csúfolják, felségedet pedig szalmakirálynénak. Ha én felségednek volnék, valami úton módon ki tudnám, hogy csak ugyanaz ördögökkel cimborál-e, s többet egy órát sem élnék vele. No, hát amit akart. El is érte az ármányos miniszter. Éppen jött haza a királyfi. Az ármányos miniszter hirtelen a kemence mögé bújt, az asszony megrátámadt az urára. Hallod-e, én ezt tovább ki nem állom. Mindenfelé azt beszélik, hogy az ördögökkel cimborálsz, ezért a szalmaszálon álló palotáért meg szalma királynak csúfolnak, engem szalma királynénak. Mondd meg igaz lelkedre, cimborálsz -e az ördögökkel, hát ez miféle beszéd, mondotta a királyfi, sohasem cimboráltam én az ördögökkel. Várj csak, mindjárt megmutatom az én ördögömet. Elővette az óráját, fölpattintotta a födelét, s mindjárt kiugrott belőle az inas, mit parancsol, felséges királyom. No, látod mondotta a királyfi, ez az inas az én ördögöm, ez csinált eddig elé mindent. Ámult bámult az asszony, de örült is erősen, hogy mégsem az ördögökkel cimborál az ő úra. A közben beesteledett, lefeküdtek, a királyfi az óráját szegre akasztotta, s azzal szépen elaludtak hiszen egyéb sem kellett az ármányos miniszternek. Lábúj hegyen elősompolygott, lekapta az órát a szegről, és fölpattintotta a födelét. Egyszeriben kiugrott az inas, s kérdezte, mit parancsolsz, te ármányos miniszter, azt parancsolom, hogy ezt a palotát vedd föl, s vígy engem meg a királynét a palotával együtt, aztán tégy le valamely alkalmatos helyen, a királyfit pedig hagyd itt a sziklán. Mondta az inas, kezedben vagyok, te vagy most a gazdám. Engedelmeskedem, de vigyázz az életedre. Reggel kinéz az öreg király az ablakon, s hát uram teremtőm, hírepora sincsen sem a palotának, sem az aranyhídnak. Összekiabálja az udvarbéli népeket, küldi fel a szikla tetejére, hadd lássák, mi van ott, mi történt. Fölmennek az emberek, s hát nem volt senki, semmi, csak egyedül a királyfi, ott feküdt a kopasz sziklán. Behozzák a szegény királyfit, az megfölmegy nagy búsan az öreg király palotájába, ottan együtt keseregnek. Búslakodnak, nem tudják, mit évők legyenek, merre forduljanak, de már én itt nem maradok, mondotta a királyfi, addig megyek, ha térdig vásik is a lábam, amíg a feleségemet és a palotámat meg nem találom, jól van, fiam, mondotta a király, hát csak eregy, de ne menj gyalogszerrel, válaszd ki a legszebb paripámat, s hadd menjen veled vagy ezer katona. Adok még vagy hat szekér aranyat is, hogy pénzben szükséged ne legyen. Úgy is lett, ahogy a király mondta. Elindul a királyfi, utána ezer katona, aztán hat szekér színültig aranyjal, minden szekér előtt ötven darab címeres ökör. Hanem, target egyenlő, blank, nagyobb, mint http, meg.neve.hu per 04800 per 04873 per 04873.htm szakasz 148, nagyobb, mint hanem amint az ország határából kiértek. A királyfia 6 szekér aranyat elosztotta a katonák közt, a 300 ökröt pedig megáldozta az Istennek, s azzal a katonákat visszaküldötte. Egyedül ment, egyedül vágott neki a világnak. Ment, mendegélt erdőkön mezőkön át. Egyszerre csak egy olyan magas hegy aljába ért, hogy a teteje az eget verte. Gondolta magában, nem fordul vissza, fölmegy annak a hegynek a tetejére, hadd lássa, mi van azon túl. Hét naps, hét éjjel ment folyton folyvást, akkor ért a hegynek a tetejére. Hely, édes Istenem, hova jutott? Ennek a hegynek a tetején lakott a napnak az anyja, itt lakott a nap is. Csak most nem volt odahaza, oda volt világjáró nagy útjára. Bemegy a nap ragyogó szép palotájába, amilyent még emberi szem nem látott. S hát amint belép, kijön elébe. Az ő legidősebb leány testvére. Egyszeriben egymás nyakába borultak, ölelik, csókolják egymást. De jött mindjárt a napanyja, s ráförmett az asszonyra, hogy merste idegen embert megölelni. Megállj, mindjárt hazajön a fiam, s vége az életednek, ó, lelkem, édesanyám, mondotta az asszony, hiszen ez az én testvérem. Hogyha ő nem lett volna, akkor a kegyelmet fia sohasem lát meg engem. Na, mikor ezt hallotta a napanyja. Nem haragudott többet, szíves szeretettel fogadta a királyfit, aranyócára ültette, s behozatott mindenféle jót, enn is innivalót. A közben hazatért a nap is ő már ismerte a királyfit, emlékezett rája, köszöntötte szeretettel, Isten hozott, sógor, hát te hogy kerültél ide. A hugodért jöttél, ugye? Nem adom vissza, de ő sem megy, tudom, jó helyen van itten. Mondotta a királyfi, látom én azt, hogy jó helyen van itten, nem is viszem vissza, elég nekem. Hogy láttam, s jó egészségben találtam. Hanem egyéb bajom van nekem, sógor. Volt nekem egy szép palotám, amelynél csak egy van szebb, a tíd, s ez a palota egy éjjel csak eltűnt a föld színéről, nem tudom, hová. Te bizonyosan tudod, hiszen te mindent látsz. Mondotta a nap, láttam én azt a palotát, gyönyörködtem is benne sokszor, hanem ha éjjel vitték el, honnét tudjam én, hová lett. Talán a holt tud róla. Az is a te sógorod, annál van a középső hugod. Na, lefeküsznek, alúsznak. Reggel a nap elindult világjáró nagy útjára, indult a királyfi is, elbúcsúzott a hugától keserves könyhullatások közt, s ment azon az úton, amelyet mutattak neki, hold sógorához. Hét naps, hét álló éjjel ment, amíg a holt palotájához talált. Bezzeg volt nagy öröm. Fogadták nagy szeretettel, volt nagy dínomdánom, de csak szomorúság lett a vége, mert a hold sem látta, hogy merre tűnt el a királyfi palotája, bizonyosan mondotta valami nehéz fekete felleg éppen akkor takarta el a szememet. Azért nem láttam, hanem a harmadik sógorod, szél sógor, azt talán látta, mert az éjjel nappal jár. Minden zugba, szögletbe eljut, erej csak hozzá, az bizonyosan eligazít. Elbúcsúzott a királyfi a testvérétől, a sógorától, s addig meg sem állott, míg a harmadik sógorát is meg nem találta. Fogadják ott is nagy örömmel, traktálják mindenféle jóval, de a királyfinak csak nem akart megjönni a kedve. Kérdi a szél, hát mi bajod, sógor? Miért ereszted olyan nagy bánatnak a fejedet? Elmondja a királyfi hogy mi búja baja van. Azt mondja a szél, hát bizony nagy dolog ez, sógor, mert én magam sem tudlak útba igazítani. Láttam a palotádat több rendben, egyszer-kétszer meg is tépáztam a födelét, mert nem tudtam, hogy telakol benne, de hogy hová, merre tűnt el, azt én igazán nem tudom. Hanem várj csak egy kicsit, van nekem egy olyan paripám, hogy még az égbe is felrepül. Ezen a paripán a legkisebbik fiamat felküldöm az égbe, hogy kérdezze meg magától Szent Pétertől. Tud-e a palotáról valamit? Felkap a szél legkisebb fia arra a híres paripára, fölvágtat egyenesen az égbe, kopogtat a mennyország kapuján. Szent Péter kiszól nagy dörmögve, ki vagy, mit akarsz? Mondja a fiú, én a szél király fia vagyok, s azért jöttem, szentséges atyám, ha megmondanád nekem, hová, merre tűnhetett el az én sógoromnak a palotája. Elmagyarázza, hogy kis mi az ő sógora. Szent Péter a homlokára teszi az ujját, egy kicsit gondolkozik. S mondja, ismerem a sógorodat, derék ember, háromszáz ökröt áldozott az Istennek. Nesze, adok neked egy aranyvesszőt. Vidd el, s mondjad neki, menjen a fekete tenger 77. szigetére, ottan van egy kőszikla, azt az aranyveszővel suhincsa meg. Arra a szikla megnyílik, menjen be a sziklának a gyomrába, ottan talál az egér király palotájára, az majd eligazítja. Hazavágtat nagy örömmel a szélfia, mondja a királyfinak Szent Péter üzenetét, de bezzeg ennek sem volt nyugodalma. Felült a szél lovára, s elvágtatott a gondolatnál is sebesebben a fekete tenger 77. szigetére. Hát csak ugyanott volt egy rengeteg nagy szikla. Megsuhintja az aranyveszővel, a szikla két felé nyílik, bemegy, s ím, egy ragyogó fényes palota van ott, de olyan szép, hogy három sem volt külön kereke világon. Bemegy a palotába, egyenesen az egerek királyához, köszönti illendőképpen, elmondja, hogy mi jóban jár, mit keres. Az egér király csóválgatja a fejét. Hümmöget, s mondja, hírét sem hallottam ilyen palotának, de mindjárt előhívom az egereket, ahány csak a föld színe alatt van, mind. Ezek mindent ismernek, valamelyik bizonyosan látta a te palotádat is. Belefúj egy sípba, s egyszeriben megtelik a terem egerekkel, csak úgy nyüzsögtek, s kérdezték egyszerre, mit parancsolsz, felséges király, kilátta közületek a szalmaszálon álló palotát. Felelik az egerek, én nem, én sem, én sem, mind itt vagytok, kérdezte a király. Csak a kopaszegér nincs, itt jelentette a vezérük, hívjátok elé a kopaszegeret. Előhívják, jön a kopaszegér, s kérdi a király, látta-e a szalmaszálon álló aranypalotát, láttam, felséges királyom, ott suvadott le a bőr a fejemről, hát az, hogy lehet, kérdi a király, az úgy lehet, hogy oly szűklikon jártam oda, amilyenem még soha világ életemben. Nem is megyek oda többet, de bizony oda még, mordult a király rá, ha egyszer megjártad. Megjárod másodszor is. Mit volt, mit nem tenni a kopaszegérnek, indulni kellett, nem tréfálhatott a királlyal, hát aztán mit csináljak ott, kérdezte az egér. Akkor előállott a királyfi, s mondta: Van abban a palotában egy aranyóra, hozd el azt nekem, édes kopaszegerem, no, jól van mondotta a egér, megpróbálom azzal kiszaladt, s egy óra, kettő sem telt belé, szaladott nagy megizzadva az aranyórával. Elveszi az órát nagy örömmel a királyfi. Fölpattintja a födelét, s hát kiugrik belőle az inas, mit parancsolsz, lelkem, édes gazdám, azt parancsolom, hogy a palotámat vidd vissza a helyére, s a minisztert hagyd abban a ligban. Aztán hozz ide ezer zsák gabonát az egereknek. Azzal eltűnt az inas, a királyfi is elbúcsúzott az egerek királyától, megköszönte neki is, de különösen a kopasz egérnek iránta való nagy Ismét fölpattant a szél paripájára, aztán a paripa egyet ugrott, kettőt szökött. Csak annyi volt a futása, mint egy álomlátás, otthon volt a királyfi a szalmaszálon álló aranypalotában. De lett is nagy öröm, nagy vigasság, helye húja, dínomdánom. Még csak most tartották meg az igazi lakodalmat. A lakodalom után fölkerekedett a királyfi a feleségével, s meglátogatták apját, az öreg királyt, s ott elmondta a királyfi, hogy hol s merre járt, látta a három hugát, ne búsuljon értük, jó helyen vannak, a legidősebb a napnak, a középső a holdnak. A legkisebbik a szélnek a felesége, na, ha így van, akkor jól van mondotta az öreg király, nem búsulok többet. Azzal a két idősebb fia között elosztotta a királyságát, a legkisebbik királyfi pedig visszament a felesége országába, annak lett a királya. Holnap legyenek a ti vendégetek!